Akik idén nem kerültek be az egyetemre, azoknak sem érdemes elkeseredniük, hiszen a továbbtanulásnak számos alternatívája áll rendelkezésre. Magyarországon jelenleg a szakképzett munkaerőből van hiány, így számos olyan OKJ-s képzés indul, melyeken rövid időn belül rugalmas időbeosztásban szerezhető olyan piacképes szakma, amellyel gyorsan és jó fizetéssel el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon. A témáról bővebben és részletesebben beszélgetünk vendégemmel, a Perfect Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képzési központjának igazgatójával, Vég Bélával. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét. Hát ez egy olyan téma, azt hiszem, hogy talán az egész műsort is ki tudnánk tölteni az ezzel való foglalkozással, de nézzük, hogy ami a felvezetőben elhangzott, ez most július végén, ez most mit jelent? Tehát aki most megtudta valóban, hogy nem került be az általa választott szakra, vagy az általa választott intézménybe, akkor önök hogyan jöhetnek képbe? A Perfect ZRT egy országos hálózattal rendelkező és elég nagy múltú felnőtt képző cég. Tehát akár az ország valamennyi megyében van lehetőség arra, hogy érdeklődjön az, akinek most nem sikerült. De az fontos, hogy az általunk ajánlott országos képzési jegyzékben szereplő képzések, azok piacképesek legyenek. Tehát nem mindegy az OKJ-s képzésnél sem, hogy én melyik szakmát választom, hiszen ahhoz, hogy valaki mérlegképes könyvelő legyen, ahhoz először el kell végezni a pénzügyi számviteli ügyintézői képzést, és utána, pici gyakorlat után jöhet a mérlegképes könyvelő, amelyik végzettség a munkaerőpiacon nagyon elismert és keresett végzettség. Nagyon nagy munkával jár, azt már most tudom mondani, ahhoz, hogy valaki ezt a szakmát elsajátítsa, de hát van benne ráció, mert azt a tudást, azt tudja a munkaerőpiacon hasznosítani. Nem beszélve arról, hogyha megvan a mérlegképes végzettsége, utána jöhet az adótanácsadóira, vagy jöhet a közbeszerzési referensképzésre, tehát olyan tudásra tesz szert, amit a munkaerőpiacon akár, mondhatnám azt is, hogy több lábon állva tud hasznosítani. Most kiragadtunk egy, azt hiszem, hogy folyamatosan népszerű szakmát, amire bizonyára majdnem, hogy teljes létszámmal tudnak indítani OKJ-s képzéseket. Mennyi idő alatt módosul, változik a népszerű, legnépszerűbb szakmák csoportja? Mindig van top, ugye? Top 5, top 10. Én nem arról beszélnék, hogy melyik a top. A mérlegképesre leginkább szüksége van a gazdaságnak, a mérlegképes végzettségűekre. Ugyanakkor van olyan időszak, amikor társadalombiztosítási ügyintézőket, bérügyintézőket keres a piac, akkor épp az az előnye a felnőtt képző cégeknek, hogy erre szinte azonnal tudunk reagálni. Az elmúlt időszakban én több mint 20-valahány éve vagyok már itt a Perfectnél. Én azt tapasztaltam, hogy egyrészt a felnőtt képző cégeknek az az előnye, hogy szinte a piaci igényekhez tudunk alkalmazkodni. Nagy előnye az iskolarendszerű képzéssel szemben, hogy nem szeptemberbe kezdünk, hanem akár amikor egy-egy csoport összejön, akkor elkezdjük a képzést, és tudunk alkalmazkodni a oktatásban résztvevő igényeihez. Hogyha ő úgy gondolja, hogy péntek délután lenne jó neki a képzés, akkor péntek délután fogjuk szervezni, vagy ha szombaton, akkor szombati napokon. Zömmel péntek délután és szombaton vannak képzéseink, és ami még jellemző, hogy ezek a képzések egymásra épülnek. Tehát, hogyha én a közgazdasági szakmacsoportba akarok elmélyedni, akkor az alapoktól kezdve egész a csúcsig azok leveles könyvvizsgálóig el tudok jutni, persze ahhoz már kell egy diploma is. Másik nagy előnye, hogy nem csak a szakirányú végzettséggel rendelkezők jöhetnek be a rendszerbe, egy mérlegképes könyvelő az is lehet, akinek bármilyen diplomája van, de ezen a területen dolgozik, tehát gyakorlatot tud igazolni. Mellette persze azt is tudom mondani, hogy nem csak ilyen típusú képzéseket szervezünk, hanem akár egy sportedzőit, sportoktatóit, hogyha erre igény van. Hát most a legutóbb, éppen 2 héttel ezelőtt vizsgázott egy sportedzői csoportunk, ahol éppen a Veres Péter, aki válogatott röpaddázó volt, ő végzett a sportedzői képzésen, de ugyanez a Gere Laci is nálunk végzett nemrég, hát a sportkedvelők biztosan emlékeznek rá.
Ha már itt ugye az egyetemeket, tehát a felsőoktatásba való jelentkezés volt a kiinduló pontunk, akkor feltétlenül egy újabb kapcsot hozzunk a kettő közé. Nevezetesen arra gondolok, hogy akik képzéseket végeznek, UKI-s képzéseket, ugye plusz pontokkal tudnak indulni tovább. Van olyan képzés, ahol igen, akár 30 plusz pontot is tud szerezni. Ez mindig attól függ, hogy az adott felsőoktatási intézmény hogyan írja ki magát a jelentkezés feltételeit, ezt meg kell nézni. Tehát még korábban a rendőrtiszti főiskolánál a 30 pontot lehetett szerezni egy vámügyi intézőképzéssel, most nem tudom megmondani, hogy van-e ilyen, tehát nagyon fontos, hogy akár a jogászképzésnél is, hogyha a jogi asszisztenst elvégzi valaki, akkor kap-e plusz pontot. Én azt feltételezem, hogy igen, de hogy melyik felsőfokú oktatási intézménynél mennyi ez a pontszám, ezt nem tudom megmondani. Néhány évvel ezelőtt, most pontosan nem tudom megmondani, hogy hány évvel ezelőtt lehetett olvasni arról, hogy egy bizonyos kor alatt államilag támogatott UKI-s képzésekre is lehet jelentkezni, talán kettőre. Így van, 25 év alattiaknál lehet azt, hogy ingyen elvégzi az adott képzést. Lehet ez egymásra épülő is, de az is lehet, hogy elvégez 18 éves korában egy OK-s végzettséget adó képzést, mondjuk éppen egy pénzügyi számítelőgy intézőt, utána vár egy picit is, később elvégzi a mérleképes könyvelőt, tehát két OK-s végzettséget adó tanfolyam, az ingyen elvégezhető. Ez az egyik része az iskola rendszerének. Nálunk valamennyi képzés fizetős, ez az igazság, de van lehetőség arra, hogy a fizetős képzéseknél részletfizetést lehet kérni, illetve arra is van példa, bár egyre kevesebb, hogy az adott munkahely támogatja a képzést. Nos, tehát mit üzenne azoknak, akik most lemaradtak azokról a szakokról, ahová vágytak volna? Leginkább az, hogy keressék a Perfect ZRT nyíregyházi képzési központját az Arany János utca 7 szám alatt. Akár le is ülünk és beszélgetünk, a tapasztalata megvan az embernek, hogy melyik képzést érdemes elkezdeni, melyik másik képzési épül erre rá, hogyan tudja hasznosítani. Tehát biztos vagyok benne, hogyha nem sikerül valakinek, vagy nem sikerült valakinek most a felvételie, és közgazdán szeretne lenni, az egy év pénzügyi számítelőgy intézői végzettség megszerzése után magán a főiskolán vagy az egyetemen most már bizonyos modulok alól vagy vizsgák alól mentességet kaphat akár, de a szemlélet miatt is sokkal könnyebb lesz, mint az, aki sima érettségével elkezdi a közgazdasági egyetemet, ezen előképzettség nélkül. Tehát azt tudom mondani, hogy nem kell kétségbe esni, hiszen van élet azon túl is, hogy most nem sikerült, és akár tudunk ajánlani neki más lehetőséget, akár egy közbeszerzési referensképzést, amelyikkel pályázatokat tud készíteni, vagy ha van kedve hozzá, és akkor egy éve alatt egy sportedzőit elvégez, mert akkor utána akár még sportedző is lehet, mert éppen sportolt a gimnázium vagy a szakközépiskolában. Tudunk segíteni, meg kell keresni bennünket, és akkor szerintem a következő már sikeres lesz. Hát reméljük, hogy minél többet tanulnak. Majd köszönöm, hogy benyárt nálunk és tájékoztatást adott a kedves nézőknek. Én köszönöm a meghívást.